Kétnapos budapesti látogatása során pénteken a horvát nemzetiségi közösség budapesti oktatási Intézményében látogatott a horvát Köztársaság elnök Ivo Josipovics, felesége Tatjana Josipovics társaságában. A több célú intézmény a horvát óvoda általános iskola, gimnázium és diákotthon, Vas megyétől a bácskáig az ország minden részéből fogad diákokat, és sok tanuló folytatja tanulmányait a Csepelszigeti kistérségből is. A magyar köztársasági elnöknél Schmidt Pálnál, Martonyi külügyminiszternél, Kövér Lászlónál az országgyűlés elnökénél, valamint Budapest főpolgármesterénél, Tarlós Istvánnál tett látogatását követően, a horvát elnök a két tannyelvű intézmény oktató nevelő munkájával és a művészeti képzés eredményeivel ismerkedett. Ez utóbbiról a Tamburica Táncegyüttes, Együttes és az iskola irodalmi színpadának tagjai adtak tanúbizonyságot látványos műsorukkal. Az oktatási intézmény adott a nemzetközi hírű fákja táncegyüttesnek, de az iskola kulturális rendezvényeit gyakran látogatják meg horvátországi alkotóművészek, és vendégszerepelnek szerepelnek társulatok és popsztárok is. A minden év novemberében megrendezett horvát kulturális héten hagyomány egy-egy magyarországi horvát nemzetiségi régió kulturális értékeinek bemutatása. Idén a baranyai horvátság vonultatja fel népművészeti értékeit, de lesznek irodalmi és történelmi előadások, szellemi vetélkedők és gasztronómiai bemutatók is. Mint Gojtán Anna az intézmény megbízott igazgatója tájékoztatójában elmondta, a magyar-horvát stratégiai kapcsolatok és Horvátország Európai Uniós csatlakozása felértékelte a horvát nyelvet, és sok diák már nem csak a nemzetiségi származása és elkötelezettsége miatt jelentkezik az iskolába, hanem mert felismerték, hogy a horvát nyelv és általában Horvátország ismerete versenyképességüket növeli. Hasonló okokból iratkozik be számos magyar diák is. A testvérvárosi kapcsolatok révén a tanulók megismerkedhetnek Horvátországgal is, és hagyomány, hogy az érettségizőket Dubrovnikban látják vendégül. Az iskolalátogatás után adott nyilatkozatában Ivo Josipovics kijelentette, hogy Horvátországban nagyra értékelik az Európai Uniós tagságukhoz nyújtott magyar segítséget. A Duna média kérdésére a köztársaság elnök elmondta, hogy Horvátországban nagy figyelemmel követik a most kezdődött magyarországi népszámlálást, és az elnök maga is arra kéri a nemzetiség tagjait, hogy horvát önazonosságukat a kérdőívekre válaszolva is vallják meg, ezzel is erősítve önkormányzataikat és civil közösségeiket.